Tata város önkormányzata egy 2008-ban elnyert pályázat után 2009-ben indította el az Angol Park rehabilitációját. A projekt egy időre leállt, de a sikeres közbeszerzés után a tavalyi év végén megkezdődött a kivitelezés. A kivitelezés, ez tartalmazza a projektnek a legfőbb elemeit, így a tatai szabadtéri színpad bontását és teljesen újonnan való megépítését. Tartalmazza a kiskastély felújítását, ez egy külső és belső felújítást is tartalmaz, illetve a funkcióval való bővítését, és tartalmazza az Angol Parkban lévő sétányok egy részének a felújítását, a másik részére egy újabb pályázatot, most már sikeres pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Ezen kívül az új funkciók használatához a környéken bizonyos parkolók kialakítása és útrészleteknek a felújítására fog sor kerülni, és szeretnénk ezt olyan módon meghirdetni és a nyilvánosság számára elérhetővé tenni, hogy még több látogatót vonzunk ezzel Tatára. A kiskastély épülete most nyílik meg először a nagyközönség számára, de előtte még sok teendő vár a szakemberekre. Az az emberek elvárása, a látogatók elvárása, hogy valamiféle kastélyenteriőrrel szembesüljenek, és mi magunk is erre törekszünk majd a belső látvány, a tartalom kialakítása során. Nagyon érdekes, és az épület értékét megnöveli az, hogy egy korabeli falképegyüttes díszíti a dísztermet is, és a többi helyiséget is, annak a néhány még reprezentatívabban kialakított helyiségnek a kivételével, ahol soha nem volt falkép, hanem selyem tapéta volt a falakon. És hát ennek megfelelően megpróbáljuk a falképet is bemutatni, és azt a korabeli, tehát 18. század végi főúri enteriőrt is egy picikét megidézni, ami hát az épületnek a saját karaktere, az épület eredeti milliója. A díszterem helyére ebédlőt álmodtak meg, kialakítanak egy női szalont, egy úri szobát, és egy herendi kiállítás színesíti majd a kiskastély antik milliójét. Egy komplex angol kert kiállítás fogadja majd a látogatókat filmekkel, modern interaktív állomásokkal, elemekkel.